Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogyan közeledik hozzád, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Azt is megnézzük a kártyák alapján, hogy viszonyulj hozzá. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Ez jelenthet egy bírósági ügyet. De, amit ez a kártya még szimbolizál, ezek a döntések. Azon kívül fontos számára a belső egyensúly, vagy kiegyensúlyoz valamit. Ez fontos a döntéseknél, hiszen mérlegeli a dolgokat. Amit ez a mérleg még szimbolizál, ez a párkapcsolat. Vannak bizonyos dolgok, amiről ő nem beszél, miről van itt szó, erre utal most itt ez a kártya. Ő lépéseket tesz irányodba, de jelenleg még várakozik. Átnyújtja ezt az arany pokált, ami utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, de erről ő most nem beszél. És mi az, amit közöl veled, erre utal itt ez a kártya. Te vagy itt a középpontban, ő bámul téged, itt a levegő eleméről van szó, és a szimbolizálja a kommunikációt. Ő beszélni akar veled. Miről? Itt látható a mérleg jegye ugyanúgy, mint itt ezen a képen. A mérleg jegyének a szimbóluma. Az jelenthet egy bírósági ügyet, az igazságot, vagy az igazságtalanságokat, amit a mérleg jegye még jelképez, ez a párkapcsolat. Erről szeretne beszélni veled. De Szaturnusz bolygó szimbóluma is látható itt, ő nem tűri a korlátozásokat. Tehát ő szabadnak akarja érezni magát. És hogy viszonyulj hozzá? Itt ezen a képen tulajdonképpen a halál látható, ez jelenthet egy örökösödési ügyet, egy bírósági ügyet, és itt tisztázódik valami. Viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van. És ez a kép azt jelképezi, hogy te valamit lezársz az életedben, és nyitott vagy arra, hogy legyen itt egy új kezdet. Ez az új kezdet szerencsét hoz, hiszen a csillagok a szerencsére utalnak. Amit még ez a kártya jelképez, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És ez az az időpont, ami optimális arra, hogy legyen köztetek egy új kezdet, vagy újdonságok, de azért vedd figyelembe ezt a kártyát, hogy ő még zárkózott, és nem beszél nyíltan az érzelmeiről. Miért van így? Mert ő mozog ugyan, de visszafele tekint. Ő is, és ez a ló is. És ez jelképezi a múltat. Valami fogva tartja őt a múltból, vagy valaki. Az is lehet, hogy még vannak félelmei, de ennek ellenére jó irányba mozognak az események. Itt lesz egy szívbeli kapcsolat, ami a szerelemre utal. Nyitott lesz a párkapcsolatról beszélni, érzelmekről beszélni, erről a szerelemről beszélni. Én úgy gondolom, hogy vár arra, hogy te kezdeményezz. És ha így van, akkor ő is nyitott lesz ezekről az érzelmekről beszélni. Az is lehet, hogy még időre van szüksége, és a későbbiek folyamán fog a szerelemről, az érzelmekről beszélni, nyitott lenni erre a párkapcsolatra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!